Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kiemelte, 176 esztendő távlatából tekintve is, ezek az ifjak nem kívántak mást, mint amit mi is szeretnénk. A 12 pont ugyanis úgy kezdődött, legyen béke, szabadság, egyetértés. És mi is azt mondjuk, kedves barátaim, legyen béke, legyen végre béke, itt a szomszédunkban a háború helyett. Ma nagyon kevesen beszélnek a békéről. Mi azonban, akik itt élünk több mint két esztendeje ennek a szörnyű háborúnak a szomszédságában, teljes mértékben tisztában vagyunk annak pusztító következményeivel. És pontosan tudjuk, hogy az ember életeket csak fegyverszünettel és békével lehet megmenteni. Eltelt két év. És ez alatt a két év alatt mi mindig és folyamatosan a békért álltunk ki és szólaltunk meg. De nem csak kiálltunk a békéért, hanem megóvtuk Magyarország biztonságát. Magyarország kimaradt a háborúból, és semmit, de semmit nem tettünk, amely akár ennek a háborúnak a meghosszabbításához, vagy tovább terjedéséhez vezetett volna. Hiába minden nyomásgyakorlás, akár Brüsszelből, akár Washingtonból. És azt mondjuk, hogy legyen szabadság, és ne kényszeríthessék ránk idegen országok hivatlan bevándorlóit, vagy más, tőlünk idegen kultúrák életmódját. Mi szabadság szerető népként ragaszkodunk ahhoz, hogy ne mások mondják meg, hogy kikkel éljünk együtt ebben az országban, és majd mi eldöntjük, hogy kiket engedünk be, vagy éppen kiket nem. Éppen ezért nemet mondunk a hozzánk betódulni kívánó erőszakos emberek tömegeire, akik százezrével rohamozták meg a magyar határokat, és akikkel szemben mind a mai napig védekeznünk kell. És azt mondjuk, legyen egyetértés abban, hogy csak és kizárólag mi magyarok dönthetünk a magyar nemzet jövőjéről, és mi saját erőből oldjuk meg nemzetünk fennmaradását. Továbbra is a családjainkat támogatjuk, a gyermekek jelentik a jövőt, értük dolgozunk, értük fejlesztjük az országot, értük óvjuk meg környezetünket. Persze mindez, kedves barátaim, tisztelt hölgyeim és uraim, sokaknak nem tetszik. Mint ahogy sokaknak nem tetszettek a pesti ifjúság gondolatai 176 esztendővel ezelőtt sem. De ne felejtsük, 1848-ban a magyarok bebizonyították, hogy a magyar nemzet véleményét és akaratát nem lehet, és nem is érdemes figyelmen kívül hagyni. A magyar nemzet ma is kiáll az igazáért, a szabadságáért és véleménye megvédéséért.